Egész Nyugat-Európán végig söpört a hőhullám. Belgiumban, Hollandiában és Németországban is megdőlt a melegrekord. Az Egyesült Királyságban pedig holnapra várják a legnagyobb hőséget. A hollandiai Délen városában egészen 41,7 fokra kúszott fel a hőmérő higanyszála, és még a tengerben is fürdeni lehetett. Sokan délre utaznak Spanyolországba vagy Franciaországba nyaralni, de az ilyen napokon ennek semmi értelme, itt sem rosszabb. Bár csak egész évben ilyen idő lenne, mondta az egyik strandoló. Németországban még ennél is melegebbet, 42,6 fokot mértek, ami majdnem 2,5 fokkal több, mint az eddigi rekord. A hatalmas hőség miatt több tó és folyó is kiszáradt, ami jelentősen veszélyezteti a halállományt. Emiatt egyre többen érzik úgy, hogy tenni kéne valamit. Szerintem a klímaváltozás állhat a kánikula hátterében. Sajnos az olyanok, mint Donald Trump ezt nem akarják beismerni, pedig az otthonainkban is már elviselhetetlen a felmelegedés, magyarázta egy bonni nő. Eközben Belgiumban, ahol a kánikula miatt egy vonat az alagútban rekedt, először adták ki a legmagasabb piros riasztást. Akárcsak Franciaország egyötödében. Párizsban majdnem 43 Celsius fok volt, ezért sokan a világhírű Trocadéro szökőkútjaiban próbálták meg lehűteni magukat. A francia egészségügyi miniszter arra kérte az embereket, hogyha tehetik, maradjanak otthon, ehhez az időjáráshoz ugyanis még a legerősebbek szervezete sincsen hozzászokva. Az Egyesült Királyságban is a csütörtöki volt minden idők legmelegebb júliusi napja. A vasúti forgalmat lelassították, és országszerte megteltek a strandok. Egy brit klímakutató arra figyelmeztetett, napjainkban 30-szor nagyobb az esélye egy hőhullámnak, és az elmúlt 500 év legforróbb nyarai az utóbbi évtizedekben voltak.